Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit Szádligeten. Ismét egy vonalbejárás lesz, mégpedig az 1-esnek a régi nyomvonalát fogjuk bejárni. Ettől a felüljárótól kezdve. És itt bizony az egyik vágányt, azt még sokáig meghagyták itt valami bányának a kiszolgálására. Valahogy itt föl kéne másztunk a töltésre. És aztán innen elmenni Tatabányáig. És akkor itt vagyunk a töltésen, látjátok, hogy egyik vágánynál még a betonaljak is megvannak. És bizony errefele ment a régi nyomvonal az egyestek. Hát akkor innen tovább Tatabánya fele. És itt egy nagyon nagy nyomvonal korrekció volt, ott felső gardát ugye vágták el így az egyes vonaltól az egyik irányból. Mert ott kiegyenesítették a nyomvonalat, ott átvágva egy dombot. És bizony így alsó galla és így Szád között lett egy teljesen új nyomvonal. Viszont 2001-ig még jártak ki személyvonatok felső gallára. Meg teherforgalom még nagyon sokáig volt, aztán utána már a vágány járhatatlan lett, és ugye már a minden megszűnt. És látjátok, itt még megmaradt egy szelvénykő. Ez pedig egy betongyám lehet, itt valami oszlopnál, és egyébként oszlopcsonkok is vannak. Szerintem az még fogunk találni egy pár oszlopcsonkot is. Hát aztán remélhetőleg, hogy járható lesz a vonal végig valamennyire. Egyelőre még ez vállalható. Egy oszlopcsonk. Hát így néz ki tovább a tövezés vége. Hát itt nem tudom merre fel. Jó kérdés, mennyire lehet jobban tovább haladni. Megpróbáljuk. Azt nézzétek, talán kökénybokor lenne. Minden esetre vannak itt ilyen szúrósabb fajták is, ezeket valahogy meg kéne kerülni. Egyébként arra fele tovább kéne menni. És egyébként itt van egy oszlopcsonk, ágyazatmaradvány van még, meg hát a betonaljak lerakva. Na jó, ezt nézzétek. Ezen a dzsumbújon kellett átjönni, és még itt jön a következő. Ja. Szóval itt vagyunk a bauxit bányadomjainál, és itt legalább lehet haladni, a töltés pedig valahogy itt volt mellettünk. Hát igen, nem emiatt a bánya miatt hagytak meg egy szakaszt a vonalból. És ez volt bizony a régi töltés. Egy betonaj, ágyazott kavics maradvány, és itt erre fel tudunk tovább haladni. Határozottan jobb a telep. Aztán majd kíváncsi vagyok, ott mi lesz, ahol már ugye annó is felszedték a vágányokat. Mennyire gazosodott be. Egy-két kibontott betonaj. Ezt nézzétek. Van egy épületem, és egyébként hallatszik a vasút a háttérben. Nem vagyunk messze a régi nyomvonaltól, vagyis hát a mostanitól. Ugye ez a régi nyomvonal, de az újtól se vagyunk messze. Valószínűleg eddig maradt meg a vágány. És addig az épületig, utoljára, mert itt még megvannak a betonaljak. Hát itt lehetett valami. Gondolom, hogy innen adták föl vonatra a kibányászott bauxitot. Hát, elég romos az épület, ezt most inkább nem nézem meg. Hát és ugye ott megy mögötte a töltés, csak itt már nem lehet követni akkor a gaz, úgyhogy inkább kijöttem ide. Hát ezt nézzétek. Itt van mellettünk a töltés, de hát itt nem lehet a töltése menni, viszont szerencsére van itt egy földút mellette, úgyhogy ameddig a szem ellát, addig tiszta. És majd itt vissza fog csatlakozni a mostani nyomvonalba, illetve ott keresztezi majd egy helyen. Addig biztos el tudok menni. Na, innen már közelebb lehet menni a töltéshez, és bizony ott van egy oszlopcsonk. Hát, majd megpróbálok fölmászni egy kicsit később. De van itt is egy földút. Ezen tudok haladni egyenlőre. Ezt nézzétek, van itt egy-két betonaj. És megint elment egy vonat. Igen. Nincs messze a mostani egyes, és ide hallatszik. Hát igen, ezért nem lehet a töltésen menni. Itt valahogy le kéne mászni. Ott megszalad egy bambi.
hát megpróbálok itt lemászni, hanem akkor nem sikerül, vissza kell menni oda, ahol feljöttem. És itt van egy oszlopcsonk, megint, hát itt van a töltés, csak nagyon benőtte a gaz, és nem lehet rajta haladni. Úgyhogy itt mellette közlekedek ezen a földúton. Itt van még egy oszlopcsonk, egyébként a helyzet változatlan. De ez a bizonyíték, hogy jó irányba megyek, és még itt a töltés. Itt van még egy oszlopcsonk a töltés alján. Igen. Ilyenből van egy pár, mert a betonelemeket macerásta volt valószínűleg kiszedni a földből, és hát ugye enni nem kérnek, itt nem zavarnak senkit. Hát a vas részét az oszlopnak meg ugye flexel elvágták és elvitték. Hát megint nem sikerült elkapni a Bambit, pedig itt szaladt. És hát itt van mellettünk a töltés. Kicsit már gazosabb az út, amin lehet jönni mellette, de azért ez még járható. Na hát előjöttünk, töltés az itt van, csak megy a gaz, és ott még látszik is, hogy merre fordul el. És bizony, ott lesz majd a nagyvasút is hamarosan. És ezt nézzétek, egy híd maradvány. Itt van a pillér, ott van a másik oldalt is. Hát igen, itt volt a régi nyomvonal. Ide elég küzdelmes volt eljutni. Jóppá, és még sál is van. Itt van a töltés, csak ezen a dzsumbójon nem lehet fölmenni, mert csúszik. Erre sem lesz egyszerű tovább menni, hogyha ilyen tankcsapdák vannak. És bizony itt a hídmaradvány a másik oldalról. És akkor itt állok a töltésen, megmutatom a másik oldalt is. Hát itt. Hát nem tudom, megpróbálok menni rajta valameddig, aztán vagy sikerül, vagy nem, mert a földút az nem arra megy. Itt van ez a földút, csak ez meg ugye elkanyarodik a töltéstől, tehát itt kell valahogy megpróbálni menni rajta. Na ez itt a vasúti töltés. És bizony így megy egészen a mostani egyesig. Na hát ez a régi nyomvonal, amin jöttem. És ott a háttérben az meg már az új. És itt egy darabig párhuzamosan megy a kettő, aztán majd balra el fog kanyarodni. Hát igen, itt majd megnézem, hogy tudok itt menni. Tovább, remélhetőleg van itt egy földút, és akkor majd azon. És ez már annak a dombnak a kezdete lehet, amit át kellett vágni, hogy itt egyenesen mehessen a vasútvonal, mert ugye a régi nyomvonal ezt kerülgette. És ezt nézzétek, hát itt lehet mellette menni. Remélhetőleg járható, mert különben itt vissza kell fordulni. A fővonalon meg jön valami. Ezt nézzétek, sinek. És itt egy földkúp, ide valamelyre van, hoppá, és jönni fog valami megint. Hát igen, ez egy fővonal, itt az elég sűrű jönnek vonatok. Ez igen. De csak eddig van meg. Ennyi megmaradt a régi nyomvonalból. Hoppá. Jó, hogy ez itt egy híd. Ja, és ezen valahogy át kéne menni. És itt volt a második vágány. Ennek is megvannak a nyomai. Aha, és itt volt az egykori második vágány. Talpfák megmaradtak. Itt viszont valamiért még a sinek is megvannak, de csak eddig. Ja, bár nem, itt megvannak itt tovább, és itt valamiért az egyik vágányt azt meghagyták. Itt már jobban kilátszik a gazból, hát akkor megyünk tovább, itt legalább ezt lehet követni. És itt volt az egykori második vágány.
és majd itt fogunk elmenni Mésztelepatárába, ahol nem biztos, hogy lesz videó, mert az nagyon veszélyes környék. Úgyhogy az is lehet, hogy ki fogom kerülni valamilyen úton, módon, hogyha lehetséges. És ugye mindjárt itt eltávolodunk a fővonaltól, és onnastól már nem igazán van másfele út. És itt egy szelvénykő is megvan. És egyébként itt haladhatunk tovább simán. Eddig még egész jól járható a hely. És itt valamiért meghagyták mondom az egyik vágányt. De ez itt a régi nyomvonal. Na ezt nézzétek, még egy híd. Hoppá. És igen, itt még a talfák megvannak. A vágány meg már nem. Hát igen, akkor itt tovább. És erre viszont meglepően tiszta az űrszelvény, de egyébként látni a dombot, hogy bizony nem véletlenül jött erre, mert azt a nagy kőhegyet azt megkerülte. És ugye ezt kellett ketté vágni, vagy hát ugye gondolom kidobbantottak belőle a legdarabot, hogy egyenesen tudjon menni. Egyébként úgy tudom, hogy innen nem is lehet már bemenni felségalláron, tehát ez a vágány nem lesz folytonos. Ja, meg hát ugye nyilván ugye becsatlakozás nincsen, de sokáig egyébként megvolt, és jártak úgy vonatok, hogy talán 2001-ig, ha jól emlékszem, hogy bizonyos személyi vonatok bejártak felségallára, és a régi nyomvonalon mentek, mert 1989-ben, amikor az újat átadták, akkor még többen laktak azon a környéken, és még működtek a bányák is, tehát még oda járogattak is be, és emiatt ilyen ragaszkodtak sokáig hozzá, hogy legyen vonatuk, mert hát akkor még nem volt helyi járat. Gondolom, vagy nem ilyen sűrű. Most van egy helyi járat, ami aztán fél óránként kimegy a vasútállomásra. És hát most már elég is, mert ugye a lakosságnak. Itt van még egy híd. Ups. Arra kell tovább menni. Hát ezt nézzétek. Itt halad tovább a vágány. És egyébként alsó gallánál csatlakozik vissza a mostani nyomvonalba. Az még körülbelül egy olyan 2,5 km innen. De én nem hiszem, hogy addig el fogok menni. Ugye felső galláig körülbelül 6 évvel ezelőtt egyszer elmentünk egy nohabos külön vonattal, mert akkor még járható volt úgy, ahogy. Bár körüljárni ma akkor se tudtunk, mert csak egy vágány volt járható, az is csak immelámmal. De most már ez sincs meg, úgy tudom, hogy most már abszolút nem járható az a szakasz sem. Hát itt viszont legalább lehet haladni. És itt tovább. És innestől már nincsenek meg a sinek. Látjátok, hogy maradtak a betonaljak. És hát valószínűleg ez már nem legális bontás volt. Mindegy, haladjunk tovább viszont. Igen, itt hamarosan most már elérek alsó gallára, és előtte még van egy úgymond veszélyes környék, Mésztelep, aminek a szélét fogjuk érinteni. De ott azért igyekszek a lehető leghamarabb átmenni. És persze a kamerafényképező minden el lesz akva. Az baj, hogy itt néztem, de egyszer nem lehet kikerülni. Tehát innen visszafele lehet már csak menni. Egyébként lehet, hogy szükség lesz rá. Mindegy, azért ameddig lehet, addig megyek. És ezt nézzétek, innestől meg már ismét vannak sinek. Második vágány helye azért még mindig itt van. És erről jöttünk. Ezt nézzétek, van azért itt egy út, de ahogy megnézitek, akkor ez nem jó, mert ugyan a régi vasútvonal felé, vagyis hát azért mostani nyomvonal fele megy, viszont jó lesz majd. Kerülő útnak, hogyha
nem tudok tovább menni, akkor kénytelen leszek ezen menni, és itt valahol ezért átérni a nagyvasútra, és erre az útra, itt mellette. A másik irány az meg Zsák utca, az meg ott valami itteni barlanghoz megy. Egyenre tudunk tovább menni. Hát itt nézzétek meg, itt már megvan még egy vágány, meg ott is van egy vágány, mert ez már a Felsőgallai vasútállomásnak a Szádliget felőli oldala. Ez itt nem tudom, hogy itt lehet-e tovább menni. De egy valameddig megpróbálok itt a szélén. Itt már vannak kitaposott utak is, néz telefele. Viszont az útig meg még sok van. Igen, az a baj, hogy a szembefényt az a kamera az nem nagyon szereti. Meg könnyebben porosodik. Én egyébként hallom a háttérből, hogy vonat is jön. Arra fele is van egy kitaposott ösvény. Nem tudom, hogy ott valami lehet, majd azért térképet nézek. Lehet, jobb lenne arra menni. És ez már Felsőgalla állomáshoz tartozik, ez az épület is, és ez maga a vasútállomás épülete. Hát elég romos állapotban van már. Még a túloldalt megnézem. És itt van a vágányok felőli oldala. Hát néhány sí még megvan. Itt is ugye az egyik vágány, és arrafele ment tovább, hát az már ott esélytelen. De még itt valameddig megpróbálok elmenni. Itt van egy járda azon, úgyhogy oda kell valahogy visszamászni. Na és ezt néztek, itt ott van a háttérben Felsőgalla. És bizony itt volt az állomás, hát elég sok vágány volt itt, nagy forgalomra tervezték ám ezeket. És ott arrafele van Alsógalla, odáig kell eljutni. És ez még mindig Felsőgalla. Hát igen, nagy forgalom lehetett itt egykor, rengeteg vágány van még itt is. És hát igen, arrafele van Alsógalla, hát ugye a végén onnan ott csatlakozik be az egyesbe. De úgy tudom, hogy már nem járható. Vagy legalábbis végig már nem lehet jönni, talán valameddig még ott be lehet a csatlakozás után, de ennyi. Hát majd meglátjuk, úgyis arrafele kell menni, majd megnézem. Hát itt, talán itt még be tudok mászni, és akkor itt is tudok menni, szerintem itt már lehet. És hát ez itt a vágány, ami Alsógalla fele megy, és hát látjátok, hogy nem mostanában járt erre bármi is. Jó rozsdás a sinkorona. Tiszta gaz az űrszelvény. Itt ennyi, hát innen ezen el tudok sétálni a Sógalláig. Ott pedig majd felszállok a személyvonatra. Hát igen, itt már kezd egy kicsit begazosodni a vágány, de már mindjárt a végére érek. Hát igen, Felsőgallára nem mostanában ment vonat. És 6 éve itt még a 10-es nohabbal ki tudtunk menni. Bár úgy emlékszem, az állomásig ma akkor se tudtunk elmenni, meg körbejárni se tudottam mozdulni, csak visszatolatni, mert csak egy vágány volt járható, az is immelámmal. Aha. És akkor itt van egy átjáró. De onnan mindesen kimehetünk. És akkor remélhetőleg innen már sima ügy lesz. Ez csatlakozik be az egyesbe. És ez már majdnem a megállóhelynél van. És bizony, itt van már mellettünk az egyes. Hát ez pedig itt a régi nyomvonal. Ez a híd is életően egykor két vágányos volt. És arrafele van Alsógalla, itt mindjárt becsatlakozik, és vonnastól. Már ugye ugyanazon a nyomvonalon megy. Szóval jól tudom, akkor még ott vért egy szőlős fele, vannak ilyen apró nyomvonal korrekciók, de hát az már tényleg semmi. De egyszer még talán azt is be fogom járni. Ez volt a legnehezebb szakasz eddig az egyes régi nyomvonalának. Nézzétek, itt van még egy iparvágány kiágazás, de ez már az egyes, és ott van a peron. És valahol később fog beágazni, de ez már a peronnak a vége itt a Sógallánál, és ott van már az állomás épület is. És hát itt vagyok akkor már Alsógallán, pont 6 perc múlva fog jönni egy személyvonat. Ugye, így néz ki Alsógalla. Ott van a túloldalt egy aluljáró egyébként, semmi extra is. Ott a kiágazás, az nem tudom hol lehet, mert még arrafele se látom. Mert majd a vonatból fogom figyelni, bár biztos, hogy nem hagytam el, hát ott jöttem a vágányon. Na mindegy, akkor ez ennyi lett volna ez a vonalbejárás, hát szerintem, hogy ezt is megnéztétek.
Sziasztok! Igen, most megnéztem, most megy a kamera, most nem marad el az elköszönés, mint az előzőnél. Aztán majd egyszer valamikor talán tatabánya és vértes, vagy azt hiszem tatáig van még azért némi vonal korrekció, de az már nem jelentős. Ott nagy részt a mostani nyomvonal helyén megy. De azt akár biciklivel is be lehet járni, mert úgy tudom, hogy egy vészjárású bicikliút épült.